Van egy olyan mondása például az anyámnak, hogy a sors nem szokott törődni a terveinkkel, ezért nekünk kell. És abban te hiszel, hogy például örököljük a sorsunkat? Ez egyértelmű, mindenki így születik bele a saját sorsába, viszont a te lehetőséged az, hogy te ezt újraírd. Nehéz gyerekkorod volt, ugye, mert hogy nem a saját családodban nőttél fel, hanem három család vett téged át. Igen, de mondjuk én nem így éltem meg. Egy kicsit igazságtalannak tartom, tehát hogy én igazából így születtem, ugye nem tehetek róla. Most már nagyon hálás vagyok, és most már úgy érzem, hogy nagyon jó életem van. Hihetetlen, hogy mi minden történik a gyerekkorban, és az annyira fontos lenne, hogy erről beszéljünk és tudjunk, mert az embereknek az életét, a sorsát határozza meg. Sokáig jellemezte az életemet, hogy afelé megyek, ahol kevesebb ellenállást érzek, és afelé megyek, ahol rögtön jönnek a siker élmények és a visszajelzések. Nem gondolom, hogy ezzel olyan nagy baj lenne, hiszen valahova egy cél felé lehet haladni különböző módokon. Nem szabad fatalistának lenni, tehát nem szabad úgy élni, hogy az ember elfogad mindent, amit hoz az élet, hanem örülni kell annak, amit ad, viszont sokat kell tenni azért, hogy olyat adjon, amitől mi boldogok leszünk. Ilyen értelemben, hogy igenis szóljunk bele a saját sorsunk alakításába, erről fogunk ma beszélgetni. Kivételesen én kezdem. Te jó. Hogy fogalmaznád meg? Mi az élet? Mi az élet? Csupa összejut az eszembe. Az élet az, amit élünk. Hát nem is tudom. Ez a közeg, amiben előfordulok. Én hallottam egy nagyon szellemes meghatározás, hogy hát így könnyű. Az élet neked mindig az... van egy idézeted, hallomásod. Hát figyelj, dalszövegének muszáj figyelni. Igen. Hogy... Onnan van ez a sok idézet? Tehát, hogy te kifejezetten gyűjtöd a fejedbe azokat, amelyeket aztán később alkalmasnak találsz arra, hogy tovább gondolt és dalszövegbe formálsz? Egyrészt, egyezébe soha nem rakok be semmit, de a gondolkodásmódot egy nagyon jól sikerült szellemes mondatból azt meg lehet tanulni. Ugye ez, amit akartam idézni, ez ugye úgy szól, hogy élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak. És ugye a mai műsorunknak az lesz a címe, hogy sorsunk alakulása, és azért mertem ezt megkérdezni tőled, mert ez ugyan kis cinizmust azért hordoz magában, amit én meghatározásként most itt felhoztam, de van egy olyan mondása például az anyámnak, hogy a sors nem szokott törődni a terveinkkel, ezért nekünk kell. Tehát magyarul, hogyha tudatosan akarsz élni, és akarod valamennyire alakítani a sorsodat, akkor ez így van. És nem tudom, emlékszel-e a Kalmár Pál, Czerkovics Béla slágerre, biztos, hogyha elkezdem mondani, akkor emlékezni fogsz rá, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Aha, igen. Ugye, de ez például egy fatalista hozzáállás, mert azt mondja, hogy a sorson múlik csak minden, és nem te rajtad. Ez egy régi filozófiai vita az ókori görögök óta, hogy mennyire van beleszólásunk a saját életünkbe. És van még egy marha érdekes dolog, amiről akarok veled beszélni, hogy szerinted mi a különbség a sors és a végzet között? Te hogy fogalmaznád meg? Erre ne aggódj, nincsenek előkészített patronjaim. Nem aggódom. Soha nem gondolkodtam. A sors, tehát az a keret, amiben mondjuk leéljük az életünket. A végzet az meg egy csapás, nem? Mi a végzet? Igen, azt hiszem. Az egy csapás, ami beleszól a sors alakulásába. Vagy a végzet az, ahogyan a sors végződik? Nem is értem magát a szót sem. Mit jelent az, hogy végzet? A végzet? Szerencsére benne van a végszó. Tehát én valahogy úgy fogalmaznám meg talán, hogy a vég kimenetele a dolgoknak. De én továbbra is hiszek abban, és remélem, hogy ezt ma sikerül megerősíteni, hogy nem szabad fatalistának lenni. Tehát nem szabad úgy élni, hogy az ember elfogad mindent, amit hoz az élet, hanem örülni kell annak, amit ad, viszont sokat kell tenni azért, hogy olyat adjon, amitől mi boldogok leszünk. Ilyen értelemben, hogy igenis szóljunk bele a saját sorsunk alakításába. Erről fogunk ma beszélgetni. Ezt akartam kérdezni, hogy miért jelölted ki a te értelmezésedben, mit jelent ez a téma, hogy sorsunk alakulása? Tehát mit akarsz ezzel bizonyítani, vagy éppen cáfolni? Az, hogy felelősek vagyunk azért, amit leélünk a Földön, azért az időért, és hogy ez lehet hasznos, hogy egy sörreklámot idézek, hogy annyi vagy, amennyit beletöltesz, annyi az életed, amennyit beletöltesz ebben. És abban te hiszel, hogy például örököljük a sorsunkat? Tehát ez a transzgenerációs kérdés, hogy nagyapáink, nagyanyáink, anyáink, apáink mind benne vannak, a következő nemzedék az az adott esetben a mi sorsunkban? Ez egyértelmű, mindenki így születik bele a saját sorsába, viszont a te lehetőséged az, hogy te ezt újraírd kvázi, ahogy ugye az egyik híres pszichológus mondja, hogy van egy sorskönyve az embernek, de pont az a legszebb küldetése az embernek, hogy ezt felülírja. Tehát magyarul, hogy próbálj meg kilépni azokból a keretekből, klisékből, sémákból, vagy éppen örökségből, amit a szüleidtől kapsz, hogyha nem vagy általuk boldog.
Pont ez a kérdés, hogy amit örökölsz, és mondjuk adott esetben, ha az rossz, akkor az nem vezethet el az elődök hibáztatásához? Magyarán, hogy a saját sorsomban anyám és apám okozóját látom. Aki így fogja föl, az boldogtalan marad szerintem, hiszen nem tudhatja, hogy az ő szülei abban a korszakban, abban az adott körülményrendszerben, Magyarországon aztán főleg az egész 20. század az egy katasztrófa volt tulajdonképpen, hogy akkor ő mit tett volna az ő helyükben. Én is tudok a saját családomból olyat mondani, amit nyugodtan oda dörgölhetnék az édesanyám orra alá, vagy ha apám élne, akkor bizony mondhatnám neki, hogy figyelj, szerintem ezt nagyon rosszul csináltad. De egyrészt azt gondolom, hogy az ember azért szereti a szüleit, mert nem felelősségre vonja őket, és nem számon kér tőlük dolgokat, hanem elfogadja őket olyannak, amilyenek ők akkor tudtak lenni. Másrészt pedig, hogy ha fölismered azt, hogy talán mit nem csináltak jól, akkor egyrészt ezt meg lehet bocsátani, és szerintem meg is kell, másrészt nem kell megismételni, és ez a lényeg. Magyarán tehát azt mondom, hogyha van egy elődöm, akinek levezetem a sorsából az én szerencsétlen sorsomat, akkor így módon kibúvót is találtok, de hát ez a kulcs, amit mondasz, hogy szóljak bele a saját sorsom, és alakítsam akkor másképpen, mint amit kritika tárgyává teszek. Ugye, jól értem, amit mondtál? Igen, ugye azt szokták mondani, hogy amit a szüleink hoznak és megtanítanak nekünk, azokból úgynevezett ilyen narratívák jönnek. Az azt jelenti, hogy mit mondogattak neked, Sándorkám, gyerekkorodban például, mondjuk az anyukát mit mondogatott neked. Azt egy családi narratívának hívják. Az én esetemben ez szerencsés volt, mert van benne egy emelkedő, és van benne egy süllyedő. Az édesanyám részéről ott azért jön egy úgynevezett emelkedő narratíva, ez azt jelenti, hogy hát nagyon szegények voltunk, rettenetesen sokat küzdöttünk, de elmentem egyetemre, fölemelkedtem, és látott kisfiam, most ilyen szépen élünk. Ez az emelkedő típusú. És van az ereszkedő, ami ugye egy negatív történet, ami arról szólt, hogy régen nagyon jól ment nekünk, az apád nagyon ügyes volt, a nagyapád is rettenetesen sikeres volt, de jött a világháború, elvitt mindent, és az utána nyomorult lett az életünk. Ugye, amikor ezt hallja egy gyerek, akkor ahhoz szokik hozzá, hogy hát sajnos ilyen az élet, valószínűleg az én életem is így fog telni. És az a szerencsés narratíva, ugye, amit oszcillálónak hívnak, ugye, amiben mind a kettő jelen van, tehát hogy igen, az élet az nem igazságos, nem is igazságtalan, szokjál hozzá, hogy ilyen típusú élet narratívát is írhatsz, és egy másik típusút is. Ez, gondolom, hogy ez hatalmadban áll ezt befolyásolni. Nem feltétlenül, sem konkrétan a témához tartozik. Te ezekre a műsorokra, ezekre a podcastokra pszichológiai szakkönyvekből készülsz? Ne legyél álságos. Hát először is hozzám vágtál 15 darab olyan pszichológiai szakkönyvet, amire azt gondoltad, hogy ezt érdemes elolvasni. Ez terelgetésnek, vagy hogy mondjam, útkikövezésnek esetleg jó lesz. Nem mondtam, hogy feltétlenül olvasd el. Meghívtál a podcastba, és adsz lehetőséget, hogy beszélgessek emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez, tudod, olyan, hogy ez egy kihívás. Ez egy kihívás, a legnyomasztóbb része a neked való megfelelés, de ezt most csak idézőjelben mondom. Viszont már rég megfelelt. Nagyon kedves vagy, jövök máskor is. De annál fontosabb, hogy őszintén, miután egyrészt én is gondolkodtam régebben, hogy valamit kéne csinálni a médiában, és szerintem a YouTube az egyik legjobb felület erre, amikor megtaláltál ezzel, azt gondoltam, hogy macerás lesz, sokat kell tanulnom és olvasnom, de a végén biztos vagyok benne, hogy nagyon hálás leszek érte, mert nagyon sok mindenben tudatosabb leszek. Pont azért, mert rengeteget kell készülni. Mindig azt szoktam mondani, hogy... És ez már veszed észre ennek a jeleit? Abszolút. Sokkal tudatosabban fogalmazok most már, mint előtte, bár azt gondolom, hogy a pszichológiai jelenségek nagy részét én megéreztem. De hát hogy is ne éreztem volna meg, hiszen dalszövegíró vagyok, és kommunikációval foglalkozom 35 éve, tehát magyarul én már rég megtanultam más emberek bőrébe belehelyezkedni, és más emberek gondolkodását megérteni. Ezen kívül hát olyan típusú genetikát is hoztam, ami alapvetően nem a konfliktusokat keresi, hanem a megoldásokat keresi. Tehát ez milyen értelme, szerencsésen vagyok összeszerelve. A mai műsor is a szokásos képlet szerint készült, tehát lesz egy konkrét példát, egy konkrét példázatot, és aztán pedig hívtál egy szakembert, ugye? Így van, a Zsiga Melinda kickboxos, többszörös bajnok lesz a vendégem, és az ő élettörténetén keresztül szeretném megérteni és megmutatni a nézőknek azt, hogy hogyan tudjuk a sorsunkat alakítani a megfelelő hozzáállással vagy döntésekkel, és utána Orvos Tóth Noémi pszichológus lesz majd a vendég, akivel ezt egy kicsit hát tudatosabban és mélyebben kivesézve szeretnénk majd így feltálalni. Na, akkor jöjjön a főcím és az első vendég. Ezt szeretem legjobban, amikor ezt mondod ilyen elégedetten. Oké, okay. Én megküldök a pulthoz. Jó. Tehát sorsunk alakulása. Erről beszélgetek vendégünkkel, akit nem vér szerinti szülei neveltek fel.
Zsiga Melinda profi kickbox bajnok, kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes kickboxos, testnevelő, edző és nem mellékesen bikini modell. Bár ez utóbbit csak óvatosan és kellő udvariassággal említem, nehogy megszóljanak, de hát ez áll a róla szóló Wikipedia szócikkben. Köszöntelek téged, köszönöm, hogy eljöttél, és hadd kezdjem azzal, hogy téged a feleségem hívott fel, hogy felkérjünk téged erre a műsorra, és az első kérdésed az volt a telefonban, hogy kedves ember ez a geszti? Akkor még jó nem tudtad, hogy a felesége. Jó fej ez a geszti? Igen, a Júdás egyből elárult, igen. Nem, én sejtettem amúgy, csak hát ugye az ember kifele mutat valamit, aztán utána meg... Tehát én azért sejtettem, ez volt a megérzésem, hogy ilyen kedves fickó. Csak hát volt valami emléked rólam? Hát én azért így láttam néhány interjút, néhány beszélgetést, így a számokat, és azok alapján így azért az jött el, hogy kedves. Félre ne is, én ezt nem számon kérőleg kérdezem, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy rögtön azt keresed egy helyzetben, hogy ott hogy fognak veled bánni. Hát nyilván ez ugye azért van, mert úgy nőttem fel, hogy családról családra, tehát nem kellettem senkinek, nem volt rám kíváncsi senki, és ezt azért így egész életemben szerintem viselni, hurcolni fogom magammal, és nem fogom tudni kinőni, és nem fogom tudni belőle kikeveredni sem sehogy, és ez mindig bennem lesz, hogy szeretnek-e az emberek, hogy... nem vagyok-e teher, nem vagyok-e felesleges, hogy nem zavarok-e, tehát ez mindig bennem van. Kíváncsiak-e rám, ez mindig bennem van. Biztos, hogy benne, hogy egész életedben ezt hurcolnod kell? Nem kell, de nem tudom elengedni. Tehát, hogy tudat alatt azért ez így bennem van. Hogyha új közegbe kerülök, új környezetben vagyok, új társaságban vagyok, akkor én mindig azt szoktam csinálni, hogy inkább meghúzom magam, és sokan félre is értik, azt gondolják, hogy új, de nagyképű ez a csaj, de nagyon van magával, és azért, de nem azért, csak én nem szeretek így hirtelen egyből a középpontban lenni, és akkor így kelletni magam, meg hogy mindenki rám figyeljen, mert ugye az van bennem, hogy sosem kellettem amúgy sem senkinek, és itt is csak teher vagyok, és inkább meghúzom magam. Na de biztos volt már ezer példa, amikor ez kiderült, hogy ez egyáltalán nem így van, hogy te ez így van, csak én mindig úgy gondolom, hogy jobban tudom, hogy a másik mit gondol, és inkább bebeszélem magamnak azt, hogy teher vagyok, és nem kellek, és nem tudok ezen túllépni. Rögtön belevágtál a lecsóba, és elmondtad, hogy hát egy finoman szóval, hogy szokták mondani, nehéz gyerekkorod volt, ugye, mert hogy nem a saját családodban nőttél föl, hanem három család vett téged át, ha jól tudom. Igen. És egyikből a másikba mentél, és hát elég sok sérülés ért közben téged. Igen, de mondjuk én nem így éltem meg. Tehát, hogy így mesélek róla, és mindenki ilyen tragédiaként fogja fel, meg azt mondja, hogy úristen, te szerencsétlen, te szegény. Na én azért nem is beszéltem erről sokáig, mert nem szeretném, hogy engem sajnálnának az emberek. Tehát, hogy én sosem indítottam sehol így, hogy ja, én állami gondozott vagyok, nem ismerem a szüleimet, és hogy... Tehát nem akarom, hogy emiatt szeressenek, nem akarom, hogy emiatt kapjak meg bármit is. Ha nem, mit akarsz? Ha nem, azt szeretném, hogyha a teljesítményem alapján, tehát hogyha tudnák azt, hogy letettem valamit az asztalra, tehát hogy ott van a kemény munka mögöttem, én sportoló vagyok, és tehát az azért rengeteg időt, energiát, lemondást jelent, ez ugye minden sportoló tudja, és én azt szeretném, hogy az emberek ezt látnák, és azt, hogy nem feltétlenül van mindig meg az eredménye, de hogy mennyi melót beleteszek. És valamikor jól kijön a lépés, ugye, mint mit tudom én, a világbajnokságon, vagy egy Európa kupán, de nem mindig. És én azt szeretném, hogyha emiatt ismernének el. Persze az még egy plusz, hogy most már én is belegondoltam, hogy milyen háttérrel indultam, és ez tényleg nagy szó, mert azért azzal is tisztában vagyok, hogy az állami gondozottaknak a 90%-a azért megrakad egy szint, megreked egy szinten, és sajnos nem igazán jó útra terelődik, miután kikerül vagy a családból, vagy a nevelőotthonból. De én mégis inkább azt szeretném, hogyha az eredményeimet néznék, és elismernék. Ez nem vált egy ilyen nagyon görcsösnek mondható állandó ilyen söndisznóállássá az életedben?
észrevettem, hogy egy idő után igazából, hát csúnyán mondva, de leszarják azt, hogy milyen eredményeim vannak, leszarják azt, hogy mondjuk hogy nézek ki, nem nyerhetek mondjuk egy szépségversenyen, nem támogatnak be, és én de ezt mind annak tudtam be, hogy nem is a támogatás a lényeg, hanem az, hogy amellett, hogy nekem vannak eredményeim, ott van a munkám, a befektetett munkám, és én nem tartom magam csúnya embernek sem, és most nem nagy képűségből mondom. Tehát, hogy ezt mind leszarják, és igazából nem leszarják, nem foglalkoznak vele, hogy szépen nem értékelik mondjam. Akkor. Nem értékelik, hanem olyanokat tesznek be, meg olyanokat támogatnak, akiknek semmi közük a sporthoz, semmi eredményük nincs, tehát, hogy, és ami ugye a fő, ez a mániám, hogy fehérbőrű. Tehát én azt gondolom, hogy itthon nem igazán értékelik azt, hogyha egy roma tényleg kiemelkedik, és példát tud mutatni. Ezért pipa vagy? Nem pipa igazából, csak egy kicsit igazságtalannak tartom. Tehát, hogy így születtem, ugye nem tehetek róla. Viszont nagyon jól kikupálódtam, nagyon nagy segítségem volt ugye ebben ebben az egészben a harmadik családom, mert ugye ők erőltették idézőjelesen, tehát ők nagyon szerették volna, hogyha tanulnék, és most már ennek látom, hogy milyen előnyei vannak. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen eredményeket produkáló, ilyen szép, és azt kell, hogy mondjam, hogy intelligens ember, mint te vagy, azzal biztos nem bánhat így a sors. És mégis. Tehát én mondjuk most már úgy vagyok vele, hogy most már nagyon hálás vagyok, és most már úgy érzem, hogy nagyon jó életem van, mert amióta itt vagyok a teremben, ott a harmadik kerületben, a Kiszteli... Ott edzéseket tartasz. Igen, meg én vagyok az üzletvezető is. Tehát azóta ilyen nagyon jó dolgok történnek velem. Én 2015 óta vagyok ott, 2015 ősze óta, és azóta soha senkinek egy rossz szava nem volt hozzám. Ez azért nagyban befolyásolja az életemet, meg ugye az, hogy állok az emberekhez. Még mindig antiszociális vagyok, de azért tehát hozzájuk szeretek lemenni. Tehát, hogy tényleg olyan közeg, akiknek soha nem volt egy rossz szavuk se hozzám, még egy rossz nézésük sem. Úgy, hogy ugye ők sem tudták sokáig azt, hogy én állami gondozott vagyok, és honnan indultam. Tehát, hogy én ezért szeretem ezt a termet, ezt a közeget, és nagyon sok jót kapok tőlük a dolgokat. Az mit jelent, hogy azt mondta az előbb, hogy antiszociális? Az, hogy... Ugye, mint az elején is mondtam, hogy nem nagyon szeretek így új közegbe, új társaságba menni, mert azt ilyen stressznek élem meg. Tehát, hogy az olyan gondolataim vannak egyből, hogy jaj, hát tényleg itt kell nekem lenni. Hát ezért kérdezted meg, hogy nem fog kicseszni veled itt a beszélgetőt. Igen, hogy én azt érzem, hogy felesleges vagyok, és nincs szükségem rá, és inkább az van, hogy otthon vagyok, van két macskám, jó barátokat szoktam nézni, és úgy el vagyok. Ők nem bántanak, ők értékelik, hogy vagyok nekik, szeretnek, várnak, és akkor én sem teszem ki saját magamat olyan stressznek, hogy... Na de Melinda, ha ennyi mindent tudsz magadról, még azt is megállapítod magadról, hogy antiszociális is vagy. Közben tudod, hogy hol érzed jól magad, ahol szeretnek, ahol biztonság van, ahol elfogadnak, például az edzőteremben. Akkor ez azt jelenti, hogy te tudsz dolgozni azon, hogy a sorsodat megváltoztasd. Te tudsz azon dolgozni, mert tudatos ember vagy már, hogy változtass azon, amitől nem vagy annyira boldogtalan, mint szeretnél. Bár nem feltételezem, hogy te boldogtalan ember vagy, de mert nem úgy csillog a szemed, meg a mosolyod sem olyan. Nem, ezt mondom, hogy tehát, hogy amióta ott vagyok, tehát, hogy nagyon sok jó dolog ér. De ugye ez is az van, hogy szeretek hozzájuk bejárni, de őket már ismerem. Miért ne ismerhetnél meg másokat is, akik ugyanígy? Velük nem leszek olyan rendszeres kapcsolatban. Ugye ott napi szinten egy héten hétszer bent vagyok, majd valakivel minden nap találkozom, tehát őket tényleg úgy Na, de most nem az van, hogy becsukod magadat akkor ebbe a kis csigaházba, akkor is ez egy edzőterem? De igen. A világ hatalmas, a világ színes, a világ gyönyörű, rengeteg szingli férfi van valószínűleg, aki nagyon szívesen megismerkedne veled. Igen, csak ugye az van bennem, hogy korábban is ugye nagyon nagy volt, most is az, de korábban bántottak, és most már nem szeretném magamat ilyennek kitenni. Az emberek sokszor olyan mantrákat mondogatnak maguknak, olyan
kvázi hiedelmekben élnek, és olyan korábban összeszerzett tapasztalataik által megért tudásokat mondogatnak maguknak, amik már nem is igazak. Hanem, hogy lehet, hogy tök másként néz ki a valóság, mint ahogy a gondolataiddal ezt lefested. Ja, ez biztos. Tehát, hogy ez ugye ugyanolyan, mint amikor kitalálom a mások gondolatait, tehát, hogy én jobban tudom, hogy a másik mit gondol rólam. Tehát ez biztos, hogy így van, csak tényleg ezen nagyon nehéz túljutni. Akarsz? Néha így rá szoktam venni magam, és az van bennem, hogy igen, de szerintem többnyire nem, mert tényleg megvan ez a békés kis közegem, ahol nem bántanak, és azért az úgy jó. Én azt hittem már 40 éves korom körül, hogy már semmi új nem történhet az életben bizonyos szempontból, mert annyi emberi játszmába voltam benne, sok mindenben nyertem, sok mindenben veszítettem, sokfajta örömért, sokfajta bánatért, és akkor egyszer csak kiderült, hogy mégis van egy teljesen új világ, amit nem ismerek, amikor gyermekem született. Te tervezel-e anyának lenni? Akarsz-e gyermeket? Egyelőre nincsenek ilyen terveim. De úgy távlatilag gondoltál-e rá? Nem. Egyelőre nem. De ez, én azt gondolom amúgy, hogy valószínűleg azért van, mert nincs olyan pasi az életemben, aki ilyesmi érzéseket kiváltana belőlem. Uh-huh. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy azért nem, mert veled rosszul bánt a sors gyermekkorodban. Nem, annak semmi köze ehhez az egészhez. Most attól, mert én ezt kaptam, a gyerekem majd nem ezt fogja kapni. Világos. Tehát a kettő nem függ össze. Sőt, talán pont, hogy éppen az ellenkezőjét, mert te tudod, hogy milyen rossz gyerekként elszenvedni olyan bántalmazásokat, hogy az igaz, hogy téged vizes kötéllel vert valaki? Nem. Szíjjal. Vizes szíjjal. Sima szíj. Hát egy teljesen mindegy bizonyos értelemben. Sima szíjjal. Miért? Mit csináltál? Arra már nem emlékszem, csak arra, hogy belenéztem a tükörbe, és láttam szíjnak a nyomát. Kislánykorodban? Igen. 9 éves körül? Még előtte. Még előtte? Az még előtte volt. Igazi horrornak hangzik ez, mint hogy az is, hogy egy másik történet szerint eredetileg kézilabdázni akartál. Ó, igen, nekem nagyon nagy álmom volt. Tehát én kézilabdáztam is, én válogatott kézilabdást szerettem volna lenni. És miért hagytad abba? Nagyon sokáig erőltettem, meg úgy éreztem, hogy a sors azt akarja, hogy én az is legyek, mert tényleg nagyon jól ment, nagyon jó játékos voltam. Úgy volt, hogy 18 évesen feljövök ide, és akkor megkaptam egy szerződést egy NB1B-s csapattól, tehát ugye ez egy nagyon jó szint. Aztán folyamatosan jöttek a sérülések. Én azt gondolom, hogy az is egy jel volt, tehát, hogy nem véletlenül. Hogy nem kell neked ezt csinálni. De igen, mert ugye, ahogy feljöttem ide Pestre, így folyamatosan, tehát, hogy így elszakadt. Tehát, hogy nem egyszer, hanem vagy háromszor rásérültem. És addig, amíg Martaliban éltem, ilyen napi, nem tudom, volt 3 edzésem, hétvégén mérkőzés, és soha semmi sérülésem, törésem, szakadásom, semmi nem volt, ahogy feljöttem egyből. Aztán... De nem ezért hagytad abban. Ja, nem. Nagyon későn sikerült megműtetni, aztán nem találtam rendes csapatot, aztán úgy éreztem, hogy nem tudok beilleszkedni, vagyis, hogy nem fogadtak el a lányok, aztán új csapatot. Azért, mert cigány származású vagy? Szerintem ez is közre játszhatott, aztán azt gondolom, hogy azért nőkkel összezárva az borzasztó, tehát egy nőnek nőkkel, tehát hogy az irítség, a féltékenység, ugye az is benne van szerintem, hogy ezt a nők nem tudják elviselni, tehát hogy úgy, hogy jól játszol, ügyes vagy, és szép is vagy, tehát hogy ez szerintem ez egy másik nőnek a rémálma, szerintem ezért is nehezen fogadtak be. Igazságtalanság ért téged? Konkrét? Több is, igen. Egyet mesélj el. Egyet, tehát... Ami miatt mondjuk abba akartad hagyni ezt? Sosem volt bennem olyan, hogy abba akarom hagyni igazából, mert a dac, meg az, hogy én bebizonyítsam, hogy igenis ott a helyem a többiek között, az mindig erősebben dolgozott, de azért volt olyan, hogy így hazamentem, és akkor így legszívesebben sírtam volna, mert tudtam, hogy azért nem visznek el idegenbe játszani, mert cigány származású vagyok. De mi szégyeltek, vagy? Van, aki így alapjáraton, nem is az, hogy szégyelli az, hogy cigány. De gondot okoz neki valami? Hát nem szereti a cigány embereket. Tehát, hogy szerintem ez olyan, hogy a második családomnál is a nevelőapámnak az édesanyja nem tudott elviselni, mert cigány származású vagyok. Tehát, hogy így ő ilyen beállítottságú. És ezért kellett menned a második családból? Valószínű, igen. De bennem ez is egy kicsit ilyen
fájdalmas pont, hogy, tehát, hogy inkább túladtak rajtam, tehát a könnyebb helyzetet választották, ahelyett, hogy harcoltak volna értem. Tehát, hogy fontosabb volt az anyós, mint mondjuk én, egy kisgyerek. Tehát, hogy szerintem ez azért nem annyira fair dolog, úgyhogy hogy nem lehet egy gyereket ide-oda rakosgatni. Tehát ugye nem én választottam, hanem ők választottak engem, ők tudták, hogy milyen származású vagyok, valószínű azt is sejtették, hogy mikkel kell majd szembenézniük, és inkább megfutamodtak. Már mire gondolsz, hogy mikkel kell szembenézniük? Az, hogy a romákat ugye nehezebben viselik el, hogy a romákat megkülönböztetik, hogy ezért kapni fognak negatív kritikákat, meg hogy minek hoztad ki, tehát hogy én ezekre gondolok. Tehát, hogy ezekkel számolniuk kellett. Ön kötődött egyébként ezekhez a második szülőkhöz nagyon? Hát ugye kisgyerek voltam, tehát hogy így igazából ilyen szeretetet, meg kötődés, szeretetet nem tudom, hogy éreztem, de biztos, mert ugye én teljesen abban a hitben voltam, hogy ők az én vél szerinti szüleim, de amikor átmentem a harmadik családomhoz, nekem fogalmam sem volt így a történésekről. És akkor az volt a legnehezebb? Hát így elválni, és akkor ugye az új családot megszokni. Tehát, hogy én abban a hitben voltam, hogy nekem ők a vér szerinti szüleim. A másodikok, igen. Kötődött hozzájuk. Hát nyilván, ugye ott nevelkedtem. Hát automatikusan nyilván, hogy ellátnak, meg ott ébredsz, meg ott alszol el, meg akkor azt gondolod, hogy ez a család. Igen. Megadtak is szeretetet? Mármint ugye a szülők? Na, ez egy jó kérdés amúgy. Azért nem tudok rá határozottan válaszolni, mert például nekem ilyen emlékképeim nincsenek, hogy megfogták volna valaha is a kezemet, vagy átöleltek volna, vagy megsimogattak volna. De ilyen még a harmadik családomnál sincs. Tehát hogy ott biztosan emlékszem, hogy nincs, a másodiknál meg nem emlékszem. Tehát valószínű, hogy nem, mert akkor az szerintem megmaradt volna. Úgy kezeltek, mint egy mostoha gyereket tulajdonképpen? Volt olyan család, ahol volt saját gyerek is, és te is ott voltál? Mindegyik családnál így volt. Volt saját gyerek is, van saját gyerek is, és én. És a hamupipőket történet az veled megesett, hogy máshogy bántak veled, mint a saját gyerekükkel? Szerintem igen. Erre is azért nem tudok határozottan válaszolni, mert a második családnál van két saját gyerek, és ott például a fiút is verték, nem csak engem. De szerintem az biztos, hogy én azért sokkal többet kaptam reggelente, nekem kellett felkelni, hogy segítsek takarítani, hogy menjek át a boltba vásárolni, aztán, hogyha nem tudtam rendesen közlekedni, és rám dudáltak, akkor azért is kikaptam. De ezeket már ilyen mosolyogva meséled? Ja, mert csak mulatok azon, hogy nem tudok közlekedni. Hát, Istenem, de hát most egy kis gyereket elengedni, és csoda, hát na. Ez volt, hogy nem kaptam enni, és akkor a száraz kenyérre jártam rá, tehát egy kicsit van ilyen hamupipőke feeling. De haragot nem érzek benned. Haragot nem érzek benned valamiért? Vagy nem. Már annyiszor el kellett ezt mondanod, hogy nem, már... Nem, mert én korábban sem éreztem haragot. Én biztos haragudtam volna, vagy haragudnék. De hát most mire megyek vele? Attól jobb nem lesz se nekik, se nekem. Mindig úgy állok a dolgokhoz, hogy igazából teljesen fölösleges gyűlölködni, és teljesen fölösleges haragudni. Mérges lehet, az is elillan, és az élettől mindig mindenki visszakapja azt, amit korábban tett. Legyen az jó vagy rossz, teljesen mindig előbb vagy utóbb, de vissza fogja kapni. Nem lehet, hogy... Ebben biztos? Igen. Tényleg? Igen. Látod, milyen szép mesék vannak még az életben? Igen. És aki elvállítom, hogy nem így van. De így van, nem tud meggyőzni. Menj oda, és mossál be neki egyet. Na, az nem. Az a biztos. Meggyőzöm én, hogy nekem van igazam. Hát az biztos. Bár aikidóztam, vigyázzon. Hát az egy dolog. Csak rég volt. Ez messziről látszik csinálom. A mozgásodon. Én jelenleg is csinálom, és friss vagyok, és fiatalabb. Nem lehet, hogy tudat alatt azért is választottad a bunyós sportot, a kickboxot, a boxolást, mert valahogy ott tudtad kiadni magadból a feszültséget? Ez tényleg olyan, hogy a sors alakította így, ugyanis én mindenféle sportágat kipróbáltam, versenyeztem, tényleg úgy nőttem fel, hogy én válogatott kézilabdás szeretnék lenni, de az, hogy én boxolni fogok, vagy kickbox versenyekre fogok járni, és ott válogatott leszek, soha életemben meg sem fordult a fejemben. Ez a sors keze.
Amit most már te mozgatsz egyébként, boxkesztyűkkel. Már azóta igazából, mióta eljöttem Marcaliból, tehát 18 éves korom óta, mert őt ugye kiszabadultam a szülői házból. Hogy nagykorú lettél, és ott dönthettél? Hát kénytelen voltam, mivel azt mondták, hogy jöjjek fel ide Pestre, és tanuljál. És ott itt már egyedül voltam teljesen, tehát 18 éves korom óta egyedül élek, és igazából minden döntést én hozok meg. Tehát nem is kérem ki senkinek a véleményét. Ezt tudatosan hozod a döntéseket, vagy csak amit érzel? Amikor még fiatalabb voltam, akkor így elvitt magával így minden. Tehát, hogy így nem belekapkodtam dolgokba, de mindent így ami kipróbáltam. Ami megtetszett, az alá elkezdtél. Igen, tehát, hogy elhívtak szépségversenyre, elindultam, akkor elhívtak bikini modellkedni, elindultam, elhívtak boxolni, elindultam, mindenből versenyezni, a versenyzést csináltam. Tehát, hogy így azt így élveztem, hogy így mindent kipróbálhatok, és minden jól is megy. És jól is ment vagyok. Sok minden. Igen, azt mondom, hogy, tehát, hogy minden. Tehát, hogy minden jól ment. Én azt gondoltam, abban a hitben indultam el egy szépségversenyen, hogy ott nagyon sokat számít az, tehát az a fő szempont, hogy szép legyen valakinek az arca. Tehát én ebben a hitben indultam, és én meggyőződésem volt, hogy én verni fogom a mezőnyt. De tényleg nem nagy képűségből mondom. Nem, és folyamatosan kiszórtak. Egyszer láttam egy ilyen K akárhányos versenyt, amikor 8 szögben bunyóznak, olyan a ring, azaz. Szerintem az az MMA. Akkor MMA. Oktagon. Igen. És két csaj bunyózott benne, de figyelj, agyonverték egymást. De hát ez egy ilyen sportág. Na de aki ilyen szép, hát ott emlékszem, az egyik lány az felismerhetetlenné. Tehát úgy nézett ki, hogy nem kellett volna sminkelni egy horrorfilmhez. Tehát hogy borzasztó volt. De ettől nem félsz, hogy a szépséged elmegy a bunyótól? Nem szokott ez megfordulni a fejemben, amikor készülök. Utána azért volt már ugye orrcsonttörésem. Azt nézem, hogy itt azért van egy kanyar az orrodban. Az azért az amúgy nem amiatt, hanem még mikor ötödikes voltam, neki mentem az ajtónak. Utólag is gratulálok. Hát rosszul vettem be a kanyart. De tavaly például eltört az orrcsontom, és ott azért rám is parancsoltak az edzők, hogy azonnal menj el orvoshoz, rakják vissza, mert te annyira szép vagy, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy ferde orra mászkálj a világban. Düböl üt az ember egy meccsen, vagy hideg fejjel? Nem jó düböl, tehát abból semmi jó nem lesz. Az nagyon kiszámítható, és meg hát nem, tehát hogy én szoktam is mondani, hogy ne azért sportoljon valaki, hogy dűből meg tudjon beérni bárkit az utcán. Tehát, hogy ezt nem azért kell csinálni. Tehát akkor nem az ellenfeleiden vered le azt, hogy azért mondjuk ki nehéz sorsod volt? Nem. Hát ugye nem ők tehetnek róla, de azért most a legutóbbi meccsemen így olyan ellenfelem volt, akinek az edzője nem szimpatizál velem, és ez azért nagyon dolgozott bennem. De akkor végül is azt kimondhatjuk, ha te eddig életed alapján, hogy sok mindent hoz a sors, amit nem tudunk változtatni, de vannak dolgok, amelyek Zsiga Melindán, Kovács Gézán, bárki máson múlnak? Ez nyilván, tehát az, hogy én roma származásúnak születtem, az, hogy ez engem az anyám ott hagyott a kórházba, és a családok továbbadtak, azokon én nem tudok változtatni, mert ugye nem volt közöm hozzá, tehát hogy nem volt lehetőségem se, de ahogy felnőttem, és saját magam dönthettem az életem felől, onnantól kezdve már én irányítom a sorsomat, és ez mindenkinél így működik. Mi a jó élet, Melinda, neked? Mi jelenti a boldogságot? Nekem most az, hogy ilyen barátaim vannak, hogy ilyen edzőteremben tarthatok edzéseket, ahova ilyen emberek járnak, hogy van két macskám, hogy nagyon sok, hát igazából mondhatom, hogy sok barátom van, akikre számíthatok. Tehát, hogy nagyon jó, tehát nekem azt mondja, ilyen jó emberek vesznek körül. Az nagy boldogság azért. Amikor nemzeti színekben boxolhattál, vagy kickboxolhattál, akkor az egy másfajta érzés volt. Ezt azért fura így hallani elsőre, miközben nyilván nagy büszkeség, mert hogy ettől az országtól, ennek sok lakójától eddig nem kaptál azért olyan sok elfogadást.
Igen, de ez egy lehetőség arra, hogy megmutassam nekik, hogy ahonnan indultam, és amiket ők gondoltak rólam, az teljesen más. Tehát szerintem az fantasztikus érzés, hogy képviselheted a hazádat, és én azt gondolom, hogy ha valaki kimegy egy világbajnokságra, egy Európa-bajnokságra, ott viszont már megszűnik az emberekben az, hogy te milyen származású vagy, csak azt látják, hogy te az országodat képviselik, és onnantól kezdve téged is szeretnek, és szurkolnak, és akarják, hogy nyerj. Akkor az lenne legjobb, ha mindig válogatott lehetnél? Hát az nem egy rossz érzés. De azért most már anélkül is szeretnek. Ha beszélgetnénk mondjuk 11 néhány év múlva az akkor 50 éves Zsiga Melindával, hol tart majd az élete? Én erre csak azt szoktam válaszolni, hogy tolókocsiban fogok kikötni 100 macskával körbevéve, és úgy fogom az edzéseket tartani, tehát röviden, tömören egy macskás öreg lány leszek. Az bármikor ön szerint ki fogja tudni nőni, vagy inkább úgy kérdezem, hogy el fogja tudni hagyni, hogy honnan jött, hogy mindezt hátrahagyja, és úgy fogadja el magát, ahogy éppen ma van, azokkal az eredményekkel, azokkal a sikerekkel, még akkor is, hogyha ott van a szíve, nem tudom, a legmélyebb bugyrában az, amit szenvedésként át kellett élnie. Én ezzel sosem szoktam foglalkozni, tehát... De mégis mindig ahhoz talál vissza, tehát mindig az a viszonyítási pont, hát, hogy mert cigány, mert ezért aztán az előítéletek folyamatosan foglalkozom, mert időközönként megkapom, tehát hogy mit tudom, én nem kapok egy albérletet azért, mert roma származás vagyok. Na ezt kérdezem. Tehát, hogy és ilyenkor hogy, azt mondja, én hogy... hiába próbálom meg ezt így magam mögött hagyni, hogy az emberek folyamatosan emlékeztetnek rá. Úgy azért nehéz. Milyen fura ez a dolog, amiről beszélsz, hogy magyar színekben, magyar trikolorba mész ki, és úgy versenyzel, és rakod oda magad, meg kockáztatod a testi épségedet, hogy képviselsz egy országot, amely ország nem képvisel téged. És nem is akármilyen eredményességgel. Hát ilyen a sors. Nehezet mondunk? Én azt gondolom, hogy ez már csak olyan szempontból is jó, hogy aki mondjuk ilyet csinál velem, az esetleg látja ezt a beszélgetést, lát egy média felületen, hall velem egy beszélgetést, hogy elgondolkodik, hogy viselkedett, hogy ő miért viselkedett így. Ez az a diszkrimináció, ami szerintem soha az életben nem fog megszűnni. Hiába dolgozunk érte, hogy azért legyen egyenjogúság mindenkinek, mindenkit elfogadjanak, sosem lesz. Nekem ez a véleményem. De ezt nem fogadod el, csak ezt... Nem, mert nyilván, tehát nem véletlenül van rajtam mondjuk ez a pulóver is. Tehát, ezt akartam kérdezni, ez a tanárokért folytatott mozgalom jelképe, ugye? Tehát pont az a lényeg, ugye, hogy nem hallgatunk. Tehát, hogy én is most már ugye elég érett vagyok ahhoz, hogy ezeket a dolgokat éretten át tudjam gondolni, hogy ki miért mit képvisel, és most már én is bele tudok állni ezekbe a dolgokba, és ki tudok állni érte. Köszönjük. Köszöntöm itt a Geszti Pluszban Orvos Tóth Noémi klinikai szakpszichológust, az Örökölt Sors, valamint a Szabad Akarat című könyv szerzőjét, akivel szintén a mára szánt témánkról, sorsunk alakulásáról fogok beszélgetni. Mivel ennek a podcastnak az a mottoja, hogy a szabadság bennünk lakik, rögtön azt kérdezem Noémitől, hogy egyetértesz-e ezzel a mondással? Bizonyos értelemben bennünk lakhat. Én pszichológusként közelítem meg a szabad akaratot, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember igazán szabad emberré tudjon válni, ahhoz először is fel kell dolgozni a traumáit. Különben ez nem fog sikerülni, ez egészen biztos. Nekem sokáig nem voltak ilyen típusú traumáim. Az első nagyobb trauma az volt az életemben, amikor meghaltam az édesapám, aztán pár évvel később a nővérem. És fura módon egy fordított életet éltem sok más emberhez képest, akik életük elején küzdenek meg nagyon azért, hogy magukra találjanak. Nekem annyi sikert hozott szerencsésen felülve a rendszerváltás hullámára, egyfajta hullámlovasként jöttem-mentem az élet, hogy a 40-es éveimre jött el az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most olyan feladatok, nehézségek elé kerülök, amelyekben meg kell küzdenem bizonyos dolgokkal. És ugyanakkor addigra már lettem annyira tudatos, hogy felismertem, hogy mi az, ami engem szabaddá tesz, vagy szabadon tart.
nagyon furán indult az életem. Az, hogy gyerekszínész lettem, és emiatt lett egy önértékelésem, miközben kis Frodo voltam az iskolában, meg hogy pici kis pénzeket gyerekszínészként kereshettem, tehát megélhettem azt, hogy az önállóságomnak a határai vagy keretei, azok talán máshol húzódnak, mint egy kisfiúé. Az első cseppelkerékpáromat például a saját kis szinkronizálással keresett pénzeből tudtam megvenni. Ettől valamifajta magabiztosság is megépült bennem, amit azonban a szüleim, a nagymamám és a nővérem végtelen szeretete abroncsozott össze. És utólag azt gondolom, hogy ez jogosított föl engem arra, hogy pimaszul merészen belevágjak sok mindenbe, amit nem tudatosan tettem, hanem ösztönből, mert nem féltem, nem voltak gátló tényezőim, de azért a negyedik X-be lépve bizony megérkeztek ezek. Tehát úgy tűnik, mintha ezt az embert tényleg nem kerülhetnék ki az életben. Hát fájdalmakat, vesztességeket, traumákat, azokat nem lehet elkerülni, de nagyon fontos, amit mondtál, ugyanis amikor elkezdted mondani, hogy és te gyerekszínész voltál, és egyebek, akkor nekem rögtön az volt az első gondolatom, hogy aha, hát odaig is el kellett jutni. És azért tudtál odáig eljutni, és ott megállni a helyed, és merni egyáltalán megnyilvánulni a kamerák előtt, mert volt valami biztonság élményed, valami nagyon, nagyon mély, nagyon ősi megélésed arról, hogy neked helyed van a világban. Most ez nem mindenkinek adatik. Tehát, hogy ez egy olyan élmény, egy inkább talán azt mondanám, hogy élmény és tapasztalat, ami ismétlődően kell, hogy jelen legyen az életed elején, ahhoz, hogy te elhidd magadról, hogy te érsz annyit, hogy te kiállhatsz valahova. És nem azért kell kiállnod, mert te kompenzálsz valamit, mert viszel magaddal, hordozol magadban egy mély értéktelenségérzést, és állandóan ott van benned egy bizonyítási vágy. Van ilyen is. De úgy tűnik, hogy azért az anyukád, meg ahogy mondtad, a nővéred, a nagymamád, szeretett abroncsot vontak köréd. Igen, ezt úgy hívjuk egyébként, hogy ősbizalom. Mert aki szeret, egy jól szerető szülő, az jól tartja a gyerekét, az megadja neki a biztonságot. Akkor ez egyik legnagyobb ajándék, amit kaphatunk a családunktól, nem? Ez nem is kérdés, igen. Van más, ami ilyen meghatározó, nagyságrendű dolog? Hát azt szoktuk mondani, hogy a fogantatástól számított első 1000 nap az nagyon meghatározza a későbbieket. Természetesen ezt nem azt mondom, hogy ez egy ilyen eleve elrendelést jelent, aztán is utána képtelenek vagyunk, hogyha ott az nem jól sikerül, félresiklik, valami nagy trauma ér minket, édesanyánk a várandóság alatt, nem tudom én, olyan feszült, olyan stresszeken, olyan traumákon megy keresztül, ami ránk is hat ugye a magzati korba, hogy ezt aztán nem lehet felülírni, nem lehet szépen finomítani, gyógyítgatni, de lehet, de ez az első 1000 nap, ez a fogantatástól számítva, ez mindenképpen meghatározó. A kötődés minősége, az meghatározza az anya-gyerek kötődés minősége, meghatározza, hogy később felnőttként hogyan lépünk bele. Egyáltalán belemerünk-e lépni egy párkapcsolatba, és ott milyen dinamikák zajlanak majd köztünk és a párunk között. Tehát, hogy hihetetlen, hogy mi minden történik a gyerekkorban, és az annyira fontos lenne, hogy erről beszéljünk és tudjunk, mert az embereknek az életét, a sorsát határozza meg, és igen, egy egész nemzetnek is meghatározza a sorsát, hogy mi történik ott a gyerekszobában. Viszonylag hamar megértettem azt, hogy ki lehetek én, és ki nem. Ebben sok minden segített engem, nem csak a családom, hanem a különböző dolgok, amikkel elkezdtem foglalkozni. Ugyanakkor utólag kielemezve tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy nem voltam elég rámenős és bátor, mert sokáig jellemezte az életemet, hogy afelé megyek, ahol kevesebb ellenállást érzek, és afelé megyek, ahol rögtön jönnek a sikerélmények és a visszajelzések. Nem gondolom, hogy ezzel olyan nagy baj lenne, hiszen valahova egy cél felé lehet haladni különböző módokon. Az, hogy elkerüljük a kudarcot, talán ebben van egy mérlegelés is. Meg tudom csinálni, nem tudom megcsinálni. A reális önértékelés szerintem az az, ami az embert megóvja a kudarctól. Hozzáteszem, ez nem azt jelenti, hogy nem kellett teljesítményeket leadnom, le kellett nagyon is adnom, viszont utólag úgy érzem, hogy az elején talán zsigerből vagy ösztönből szerencsésen választottam célokat. És hogy vajon, hogy tudunk segíteni az embereknek ebben, hogy jól válasszanak ki célokat maguknak. Hát az, hogy hogyan választunk célt, az rögtön felveti az önismeret kérdését. Mennyire ismerem magam, mennyire vagyok tisztában a képességeimmel,
És mi az, ami segíti, és mi az, ami akadályozza a képességeimnek a kibontakoztatását? Ez mindig egy nagy kérdés. Tehát, hogy hol vannak azok az erőforrásaim, amik ebben segítenek, és hogy én tudom-e ezeket az erőforrásokat alkalmazni, használni. Nagyon gyakran lehet azt látni, hogy elképesztő tehetséggel megáldott emberek azért nem tudják kifutni magukat, ahogy ezt mondani szoktuk, mert olyan szorongások élnek bennük, olyan félelmek tartják fogva. Őket, igen. Ugye, amikor az emberben nagy szorongás van attól, hogy akkor most neki teljesítenie kell, az el tud olyan szintre jutni, hogy lerontja a teljesítményét. És akkor hiába lenne ott benne az adottság, a képesség, a tudás adott esetben, egyszerűen nem jön ki. És képzeld el, azt vettem észre, hogy minél sikeresebb valaki, hajlamos lehet arra, hogy annál szorongatóbbá váljon a korábbi sikere. Mert azt gondolja, én nem ide tartozom szerencsére, mert megtanultam ezt magamtól elhesegetni, ezt a gondolatkört, hogy azért nem mer belevágni újabb, tudom én, projektbe, vagy dalmegírásba, bármibe az életében, mert azt gondolja, hogy nem fogja tudni ezt a sikert fönntartani. Tehát bénító is lehet végül is az, hogy valaki... Hát hogyne. Hát a nagy siker az ugye, az rengeteg mindent előhív a környezetből. Elkezdenek rád máshogy nézni, másnak gondolni téged. És hogy te ezt hogy tudod beépíteni a már meglévő identitásodba, ez egy nagy kérdés. És hogy mit hoz ki belőled ez a siker? Egy szorongást attól, hogy mi van, hogyha nem fog sikerülni. Tehát, hogy mint mondtál, hogy azt gondolom, hogy azok a legszerencsésebbek, akik a teljesítményüket és a sikerüket, azt le tudják választani a személyiségük magjáról. Tehát, hogy nem gondolják azt, hogy én egyenlő vagyok a sikeremmel. Uh-huh. Mert hogyha ez megtörténik, onnantól kezdve válik az egyén nagyon-nagyon sérülékenyé. Mert minden kudarcról azt fogja gondolni, hogy akkor az a személyiségét minősíti. Vagy rombolja. Így van, így van. Tehát az olyan, mint egy ilyen kártyavár így összedönti. Sándorral arról beszélgettünk a bevezetőben, hogy mi a különbség a sors és a végzet között. Azt nem gondolom, hogy az embernek végzete lenne, de hogy van valami fajta sorsa, abban biztos vagyok, különösen ezt bizonyítják azért az epigenetikai kutatások, most már elég szépen ezt alátámasztották, hogy nagyon sok mindent hozunk mi magunkkal, akár egyik generáció a másikból, ami eldönt dolgokat az életünkbe, illetve rátesz minket pályákra, amit hogyha nem kezdünk el feltárni, észrevenni, kezelni, akkor bizony egy olyan életet fogunk élni, aminek a végén nem azt fogjuk mondani, hogy úgy de jó volt. Azt olvastam valahol, hogy a sors az olyan, mint egy kevesek által látogatott furcsa étterem, ahol nagyon különös, picike pincérek hozzák nekünk azokat a tételeket, amelyeket nem is rendeltünk meg, és amelyeket nem is szeretünk. Ez egy kicsit cinikus és misztikus megfogalmazás, miközben arról szeretnék veled alapvetően beszélni, hogy higgyünk benne, hogy a sorsunkat újraírhatjuk. Egyébként ugye a legnagyobb drámák, vagy helyenként tragédiák is erről szólnak az irodalomban, hogy bizonyos emberek megpróbálnak kikelni saját sorsuk ellen, vagy végzetük ellen, és vannak, akik elbuknak, és vannak, akik nem. Ahogy idéztem itt Sándornak is, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Ugye a sors néha nem tudja, mit akar. De hogy aki úgy érzi, hogy az ő élete a szülei által megadott keretek között, vagy annak az adott történelmi korszaknak a keretei között, akár mostani között is, túlságosan kötött, túlságosan függ minden mástól, mint tőle, ő neki valószínűleg kevesebb esélye lesz arra, hogy boldog és teljes életet éljen. Hogy tanulható meg az, hogy elhiggyünk magunkról valamit, ami alapján elrugaszkodhatunk? Hát ahhoz, hogy elhiggy magadról valamit, ahhoz kell valaki, aki hisz benned. Nem elég, ha én hiszek magamban? Még az az ember is, aki azt mondja, hogy én csak magamban hiszek, és elég az, hogy én magamban hiszek, hogyha elkezdesz vele beszélgetni, általában kiderül, hogy az élete elején volt valaki, aki hitt benne. Volt valaki, aki máshogy közelített hozzá, aki máshogy kapcsolódott hozzá, mint ami általában őt egyébként körülvette. Szóval, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy létezik az én a másik nélkül. Mindaz, ami bennünk van, képesség, lehetőség, az egy másik ember
által is formálódik, mégpedig nagyon jelentősen formálódik egy másik ember által. Tehát, hogy kell a másik, hogy meglásson benned valamit, amit még lehet, hogy te sem látsz magadban, és aztán ez az emléknyom, anélkül persze, hogy adott esetben ez tudatosulna, ez ott van benned, és valahogy ez kezd el mocorogni, ez kezd el téged arra sarkalni, hogy elkezd máshogy élni, de mondjuk ahhoz, hogy az ember elkezdjen az életén változtatni, ahhoz bizony el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor egyáltalán ránéz az életére. Nagyon sok ember úgy éli le az egész életét, hogy nem gondolkodik azon, hogy honnan jön, hová tart, mi történik vele, nem kezdi el elemezni magát, ahogy a pszichológia hívja ezt, nulla önreflexióval éli le az életét. Tehát nem néz rá önmagára, mint élete szereplőjére, hanem csak így megéli az életét, de nem kezdi el a megfigyelő énből is szemlélni, hogy hát ki vagyok én, hova tartok, egyáltalán mi történik itt velem, és miért az történik, ami. Hadd ugorjak át veled arra a vágányra, amit te magad nyitottál most meg. Sokszor beszélsz arról is, hogy a társas együttműködésben másokkal, vagyis amit most te mondtad, hogy kell valaki, aki észreveszi bennünk ezt, hogy kell egyfajta társas képet is kialakítani, vagy hogy hívják ezt? Tehát magyarul, hogy akit választok, akivel együtt élek, és akkor legyen ez a szerelmem, a párom, a társam, lehet egy jó barát is egyébként nyilvánvalóan, hogy találhatunk rá az ilyen emberekre, hogy veszük észre, hogy ő lesz, az nyilván kell ehhez önkép. De vajon ez tanulható-e? Tehát az önismeret tanulható, és ezzel együtt sajátítjuk el a társismeretet is. Tehát miközben önmagamon gondolkodom, közben gondolkodom arról is, hogy én másokra hogyan hatok, mások hogyan hatnak rám, abban a másikban éppen mi zajlik, ő mit érez, mit gondol, miért úgy viselkedik, ahogy. Tehát, hogy ez az alapja mindennek, az ön és a társismeret kell ahhoz, hogy egyébként jól tudjunk kapcsolódni. Az optimális kötődési minta az a biztonságos kötődés lenne. Aki biztonságosan kötődik, az önmagát egy értékes embernek tartja, és ugyanígy gondolkodik a másik emberről is, és egyébként a világról is. Mondok egy teljesen egyszerű példát, egy paciensem tipikusan ilyen elutasító kötődési mintával rendelkezett, amikor a párja szeretett volna közel lenni, problémát megbeszélni, tervezni, nem tudom én elmondani, hogy őt éppen most mi bántja nagyon, akkor ő nem tudott ott jelen lenni, de a saját feszültségét sem tudta a párkapcsolatban megosztani. És amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy hát ő honnan jön, mik az ő alapélménye így a gyerekkorából, akkor így nagyon sok minden mellett egyszer csak elhangzott egy olyan történet, hogy amikor ő kicsi volt, akkor nagyon hasfájós volt, sírós baba volt, és az anyukája nagyon elfáradt, kifáradt abban, hogy őt nem tudta megnyugtatni. Ez egy nagyon frusztráló dolog egy édesanyja számára, amikor a gyerekét nem tudja megnyugtatni, és majd erről még azért valamit szeretnék mondani. És akkor hát azt találta ki, hogy kitolja a kert végébe a sírós gyereket, és hagyja, hogy majd ott elhallgat. És ugye azt tudjuk, hogy a sírni hagyott gyerekek egy idő után elhallgatnak, de megnyugodni biztos nem fognak, illetve megtanulják azt, hogy a másik az nem tud neked enyhülést hozni, nem tudja a kínodat csillapítani, nem tud neked segíteni egyrészt. Másrészt vidd el, zárd el magad elől is ezeket a feszültségeket, mert ezek olyan elárasztóak tudnak lenni, annyira fájdalmasak tudnak lenni, hogy jobban jársz, hogyha a saját érzelmi életedet így letekered, mint a hőfokszabályzóval így lejjebb vesszük. És akkor ők így valóban azt látod, hogy érzelmileg olyan, kicsit olyan hidegebbek, távolságtartóbbak, de azért, mert valamikor az életük kezdetén ez segített nekik. Hát ez a lelki termosztát ott elromlott. Igen, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mert ugye amikor egy felnőtt embert látunk, akkor elkezdünk könnyen ítélkezünk, hogy miért ilyen, miért olyan, miért nem változik meg. Hát amilyen ő most, az valami miatt alakult ki. Tehát annak egy története van. De olyan nehéz ezt nem mondani, hogy látunk egy bunkó módon viselkedő pasast, vagy nőt, és az érzelmeinktől, az indulatainktól képtelenek vagyunk ezt
ilyen okosan végig gondolni, jaj, hát szegénynek biztos nehéz volt a gyerekkora, tralala, tralala. Na de hát miközben együtt kéne vele élni, vagy együtt kéne vele dolgozni egy munkahelyen. De ezért ülünk itt, hogy ezek a pszichológiai ismeretek, ezek minél szélesebb körben hozzáférhetőek legyenek, mert amikor látok egy dühöngő embert, és nem csak morálisan ítélkezem felette, hanem azt mondom, hogy aha, tehát hogy itt nála van egy érzelmi önszabályozási deficit. Magyarul itt a frontális lebenyi funkciók nem jól működnek. Ez jól hangzik. Akkor az sokkal könnyebb reagálnom is rá. Vagy könnyebb rá reagálnom. Hát figyelj ide, minden ember érteni akarja az életét, önmagát és a másik embert. Tehát ez egy ilyen alapvágyunk, hogy tudjam, hogy mi miért történik. És amikor elkezdem érteni a helyzeteket, egy másik emberrel való kapcsolódásomnak a minőségét, akkor szerintem az egy hatalmas megkönnyebbülést tud hozni. És ez alapján tudatosabban választhatunk olyan partnert, aki segít a sorsunkat alakítani? Ennyire agyból lehet ezt csinálni? Amikor elkezded feldolgozni a gyerekkori kötődési traumáidat, akkor már egyszerűen nem is vonzanak azok az emberek, akikkel újra megélheted azokat a gyerekkori fájdalmakat, mert már nem triggerelnek, nem nyomják be azt a gombot rajtad, ami miatt ők így vonzóvá válnak számodra. Tehát, hogy minden feldolgozott trauma, az tulajdonképpen segít abban, hogy te a kapcsolataidban már megéld az igazi intimitást, a harmóniát, a tartósságot, a tényleges elköteleződést. Sokszor látok olyan párokat, ahol van egy nagyon tehetséges férfi, lehet ez művész, tudós, menedzser, bárki, aki nagyon jó valamiben, és mellette, direkt nem mondom, hogy mögötte, egy olyan asszony áll, aki nagyon másfajta tulajdonságokkal rendelkezik, és szinte bemenedzseli a férjét a sikerbe, vagy képes és aztán lehet, hogy ez nem értelemben fordítva is létezik, nincs erre nagy tapasztalatom, vagy képes olyan, hogy mondjam neked, pályára rakni azt a fajta tudást, tehetséget, ambíciót, ami a párjában rejlik, amiből csodálatos dolgok tudnak létrejönni. Vagyis, hogy igenis, de rettenetesen sok múlik azon, hogy kivel élünk. Ez így van. Hát egymást tudjuk bántani, lehúzni, és tudjuk felemelni is. És nagyon szerencsés az az ember, aki egy olyan párkapcsolatban él, ahol ez az utóbbi történik. És ahol nem ez történik, akkor mikor van az, amikor vészféket kell húzni, hogy ebből ki kell lépni, és nem is feltétlenül csak azért, mert érzelmileg nem elégít ki, bár valószínűleg ez a legfontosabb dolog, hanem azért, mert elmegy vele az életem, mire rájövök, hogy ki lehettem volna még egy másik kapcsolatban. Hogy mikor kell kilépni egy párkapcsolatból, azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés. Amikor egyértelmű bántalmazás történik, akkor azért azt szoktuk mondani, hogy el kell indulni azon az úton, ami a párkapcsolatból kifelé vezet. És általában több kísérlet van, mire sikerül. Ez már a szélsőséges, itt a dráma kategóriája a bántalmazó kapcsolat. Sok a hétköznapi dologról beszélnék most még, hogy amikor valaki azt érzi, hogy van benne egy potenciál, de mondjuk összejön valakivel, akár össze is házasodnak, az elején a szerelem ködéből, meg a szexualitás ködéből sokáig nem látunk ki. De amikor azt érezzük, hogy az az ember végül is nem egy olyan inspiratív ember, vagy nem egy olyan nagyságrendű ember, mint akik mi lehetnénk talán, ha van ilyen érzésünk, vagy ambíciónk, na akkor van az szerintem, hogy nagyon jó, ha tudja az ember, hogy milyen típusú kötődésből tudja, meg milyen típusú párral tudja önmagát kibontakoztatni. És talán, mondom, ezért nem akarnék belemenni a bántalmazó történetbe, hiszen az önmagában is egy nagyon nagy kör, amiről külön kéne majd egyszer beszélni. Amit most mondasz, egyébként ott rögtön felmerülne bennem az a kérdés, hogy oké, miért belé szerettél belé, tudod? Tehát, hogy ez hogy indult? Mert hogyha én egy ilyen nagyon tehetséges valaki vagyok, nagyon extrovertált, tele tervel, akkor hogy választottam egy olyan valakit, aki kevésbé ambiciózus? Hát azért, mert fiatal koromban még ezt nem érzem. Tehát, hogy arról beszélsz, hogy így elfejlődtetek egymástól, vagy lehet, hogy nem is volt meg benne, vagy lehet, hogy az elején az, hogy ő kevésbé volt intenzív, az teret hagyott nekem,
Hogy? Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a szüleink is korán házasodtak, mi is, amikor összejöttünk, gyorsan megházasodtunk, és hát utána derül ki ugye, hogy kivel él az ember igazából, igen. És hogy amikor hosszú távon az emberből, és akkor nem hangsúlyozom, nem védekezésként mondom, nem magamról beszélek, hanem van pár ismerősöm, akiről azt gondolom, hogy jóval több lehetett volna belőle, nő is és férfi, hogyha egy másik ember elél. Az a kérdés, de hogy lehet, akart-e több lenni, persze. Na, pontosan ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez a pár megvédte őket attól, hogy ők próbálkozzanak, és kudarcot valljanak. És akkor rá lehet fogni a párra, hogy hát miatta nem csináltam. Azért a párkapcsolatok világa nagyon izgalmas, és tudod, ez olyan, hogy elindulsz egy ilyen sötét erdőbe, és keresed, és lehet, hogy ami így elsőre úgy tűnik, hogy ja, hát ez volt, hát ez a nő, mondjuk, vagy ez a férfi visszahúzta, akkor egyszer csak kiderül, hogy dehogy is, hát ő adta meg neki a lehetőséget, arra biztosította a lehetőséget, hogy ő neki ne kelljen próbálkozni, hogy rá tudja fogni, és ő elviszi a balhét. Most tenném fel azt a kérdést, amire az előbb utaltam, amit ugye nem készítettem be magamnak, de valahogy most úgy mégis nagyon mellbevágott. Ugye azt mondod, hogy a kiskorunkban elszenvedett gúnyos, kritikus megjegyzések, a direkt, szándékosan lealázó, lealacsonyító, becsületünkbe, önértékelésünkbe gázoló viselkedés, és ennek verbális formái, ezek végtelenül károsak és rombolóak. Depressziósá, önértékelési zavarokkal küzdő emberé tehetnek minket. Hát ha ma körbenézek Magyarországon, kereskedelmi tévés műsoroktól kezdve az egyszerű hétköznapi Facebookon elvégzett verbális gyűlöletháborút, illetőleg akár a hétköznapi vezetési szituációkig, nem úgy van az, hogy mi most egy olyan spirálban üldögélünk ebben az országban, amit mi magunk rajzolunk föl, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy mondunk véleményt másokról, hogy ezzel egyrészt a saját önbecsülésünket növeljük, by the way, illetve mellékesen azért is, mert nem tudunk megoldani egy csomó problémát a saját életünkben, és ezzel azt gondoljuk, hogy ha másokat megalázunk és lenyomunk, akkor ettől nekünk jobb lesz. És nem az van, hogy egy kicsit ettől betegszik meg minden nap a jó hangulatunk? Nem ettől van az, hogy olyan, mintha mindenki depressziós lenne? A magyar társadalom generációk óta halmozódó traumát hordoz. Kibeszéletlen dolog. Kibeszéletlen traumát, és a trauma az az ember-ember közötti jó kapcsolatot teszi tönkre. Hiszen valaki valahol valakinek fájdalmat okozott, megalázta, bántotta, üldözte, próbálta, nem, megsemmisítette, vagy próbálta megsemmisíteni, tehát fájdalmat okoztunk egymásnak. És ezeknek a feldolgozatlansága, ez hömpölyög egyik generációról a másikra. Ez egy abuzált társadalom, ami magát abuzálja? Én azt gondolom, hogy ezt ki lehet mondani, hogy amíg ezek a traumák fel nem dolgozódnak, addig ne várjunk mást, addig ne várjuk azt, hogy úgy fordulunk egymáshoz nyitottan, elfogadással, támogatással. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a... Bocsánat, hadd szóljak közben, de mitől dolgozódnak föl? Igen, ezt akartam kérdezni, dolgozódni? Hát az egy folyamat, ami magától kéne lezajlódjon, de hiszen ez rajtunk múlik, nem? Elnézést. Hogyan? Igen. Hogyan dolgozódnak föl? Igen. És egyéni szinten hogy kezdhetjük ezt el? Tehát a traumák feldolgozásában egyénileg is elő kell járnunk, de a rendszernek is át kell alakulnia. Tehát kezdődően onnan, hogy teljesen banális dolognak tűnik, de hogyan szülnek a nők? A kiszolgáltatott, beteg, segítséget váró, éppen szülő embert adott esetben, hogyan és mi veszi körül. Aztán megyünk tovább. Mi történik az iskolában? Mi történik az óvodában, már óvodában? Hogyan bánunk a gyerekekkel? Mennyire ismeri fel a gyerekért felelősséget vállaló felnőtt, hogy abban a gyerekben mi zajlik? Hogyan segíti például az ő érzelemszabályozásának a kialakulását? Milyen segítséget kap a család? Tehát, hogy akárhova nyúlok, bármilyen rétegbe, ugye azt látom, hogy hatalmas átalakulásra lenne ahhoz szükség, hogy a következő generációk, azok ne hordozzák már a mi traumáinkat. Hogy náluk ne legyen gyakorlat a megszégyenítés. Például. Ezzel én mindegyet értek.
emberek, ezek elméleti értelemben tökéletesen ülnek, amit mondasz. Olyan messzi korban látom én ezt csak ebből, valahogy megvalósítatónak. Az elméletből hogy... kellene gyakorlatot igen. csinálni, mert elméletileg már minden, tehát nagyon sok mindent tudunk, pszichológusok, kutatási eredmények alátámasztják, hogy a gyermekkori ártalmak azok milyen mértékben befolyásolják a felnőtt korunkat, de erre kellene egy társadalmi döntés, egy vezetői döntés, egy döntéshozó kellene, hogy azt mondja, hogy igen, nekünk ezzel dolgunk van. Itt dolgunk van, és itt át kellene alakítani az egész működését, ha tetszik az országnak, a társadalmunknak. Na de ez kulturálisan is szinte lehetetlennek tűnik, mert én azt érzékelem, hogy a kibeszéletlen történelmi traumák egyébként nem csak a 20. századra nyomták rá a bélyegüket a családok életében, hanem azt szoktam mondani, hogy ugye 500 éve nem nyertünk háborút körülbelül. Ennek az országnak közös olyan sikerélménye, ami a polgárai legnagyobb többségének egyszerre jött volna meg, ilyen nem volt. Nem volt. Ugye ezért tűnik nagy jelentőségűnek akár egy labdarúgó Európa-bajnokságon elért valami siker, mert úgy tűnik, hogy az mindenkinek nagyon fontos. És ezért fektet bele óriási pénzeket mondjuk a jelenlegi politika, amiről azt gondolom, hogy ez csak egy szimbolikus politizálási hatalmi eszköz. De ha nincs sikerélménye egy közösségnek, hosszú évszázadokra visszamenőleg, hogy várhatjuk el saját magunktól, hogy egyszer csak megvilágosodva fölébredjünk egy nap, és valahogy megtanuljunk másként nézni a világra, másként értékelni más emberek másfajta véleményét. Hol kezdődik ez? És én egyedi emberként mit tehetek ezért? Bocs, hogy ilyesmit kérdezek. Tudom, hogy pszichológusként igen, hívtalak, de... Nézd, azt gondolom, hogy igen, nagyon fontosak a sikerek, azok a sikerek, amikre azt tudjuk mondani, hogy ez a mi sikerünk. De hogy a mi élmény az a legfontosabb. És azt nem feltétlenül a sikeren keresztül éljük meg, hanem annak vannak másfajta, hogy együtt vagyunk, együtt gondolkodunk, együtt teszünk valamit, együtt változtatunk valamit. Tehát, hogy igen, fontosak a sportsikerek, persze, természetesen. De hogy a kis közösségek, én például azt gondolom, hogy a változás az a kis közösségekből tud elindulni. Amikor emberek úgy dolgoznak együtt valami cél érdekében, hogy ott tiszteletben tartják a másikat, hogy nem engedik az indulatokat elharapózni. Szerintem ez sok családban így van most is. Én nagyon remélem, hogy ez sok családban így van. Azzal kezdtem, hogy a szabadság bennünk lakik, és a hétköznapokban gyakran érzem azt, hogy a szabadság, ami számomra nagyon fontos, nem csak fogalma, hanem érték, az egész életemben tulajdonképpen talán az egyik legfontosabb, a szeretet, a művészet, az elfogadás, sok minden más mellett, hogy a hétköznapokban az a fajta illúzió, hogy szabad vagyok a döntéseimben, a cselekedetemben, hogy azokkal dolgozom, akikkel szeretek, az néha már egyfajta luxusnak tűnik szinte, de mégis, ha visszanézek az életemre, főleg az elmúlt 15 évre, akkor azt érzem, hogy ez a kis luxus, ez a kis szabadság, ez megvan, tehát hogy én eldönthettem, hogy én kikkel akarom élni az életemet. Ugye nemrégiben írtam egy dalt, a Ne vitatkozzál hülyéket című nagyon mély értelmű slágert, ami valahol ide kapcsolódik, hogy úgy szeretném alakítani az életemet, hogy ne kelljen olyan emberekkel együtt élnem, együtt dolgoznom, időt eltöltenem, akik nem csak energiavámpírok, vagy lehúznak engem, mert negatívok, hanem értéktelenné teszik azokat a perceket, amelyeket a Földön eltöltök ebben az életben. Vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy ezt akkor is megtehessük, hogyha valaki nem egy ilyen típusú életet él, mint én? Határokat mindig tudunk húzni. Az, hogy mit engedek be, min bosszantom fel magam, kinek a véleményén kezdek el pörögni, kinek a beszólása lesz az, ami nem tudom én, akár hetek múlva is nyugtalanít, fájdalommal tölt el, felháborít, az azért rajtam is múlik, azon tudunk változtatni. Tehát, hogy egyszerűen helyén kezelem a környezetemből bejövő ingereket. Tehát, hogy azt mondom, ja, tehát nem hagyom, megnézem, hogy itt most miről szólt a történet, hogyha valaki mondjuk nekem beszól. A helyzetről,
ráhatásom, van nekem ráhatásom arra a helyzetre, vagy sem. És azt így végig gondolom, elkezdem egy picit elemezni a szituációt, és aztán van, hogy azt mondom, hogy ja, ezzel most nekem nincs dolgom, nem kell vele foglalkozni. Tehát ez a határvédelem. A másik feszültsége, irítsége, rossz indulata, akármilyen negatív érzelme, az meg tud állni a határomon, mert azt mondom, hogy ehhez nekem nincs közöm. Az ez a képesség nagy... elsajátítható. Bocsáss meg, az emberek nagy része szerintem egzisztenciális okokból nem mer kilépni ilyenkor bizonyos körökből. De az, hogy maradsz, vagy mit, tehát hogy attól, hogy nem tudsz kilépni, máshogy reagálni, vagy nem reagálni, azt meg tudsz tanulni. És bátornak kell lenni. És bátornak kell lenni, hogy egyáltalán segítséget kérj. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mersz-e segítséget kérni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Yeah, yeah. Na hát itt zárszó, Gyanánt. Jó nehéz volt ez a mai műsor, de ugyanakkor nagyon tanulságos is mind a két történet, pontosabban Zsiga Melinda története, illetve Orvos Tóth Noémi hozzád fűznivalója. Te mit tanultál, ha tanultál belőlük? Hát minden ilyen beszélgetésből tanulunk szerintem, és annyira ilyenkor megerős, milyen könnyű nekünk sokszor, és milyen nehéz másoknak, és milyen fontos az, hogy legyen bennünk együttérzés, meg amit neked a korábbi műsorodban mondtam, hogy szolidaritás érzés, hogy nem sajnálni kell másokat, hanem a támogató együttlétünkkel, a kíváncsiságunkkal kell odafordulni valahogy egymás felé. Az jutott eszembe egyrészt, hogy a Melinda történetéből is, hogy tényleg olyan, hogy a sors az hoz neked embereket az életedbe, vagy belök téged emberek közé, és utána te döntheted el, hogy milyen emberrel mész tovább, kinek fogod meg a kezét, kiét nem, kit engedsz kilépni az életedből. Az, hogy kik vannak körülötted, alapvetően meghatározó. Melinda is erről beszélt, és tulajdonképpen a Noémival is azt próbáltam végigbeszélni, hogy a társas kapcsolataink mennyire határozzák meg a sorsunk alakulását. Zsiga Melinda kapcsán még egy Einstein idézet jutott eszembe, ami úgy szól, hogy ha boldog életet akarsz élni, akkor célokhoz kösd, ne pedig tárgyakhoz és emberekhez, mert azok mindig változhatnak, illetve a tárgyak, hát azok csak az anyagi világ javait jelenítik meg. De akkor ezzel azt mondod, hogy Zsiga Melinda tulajdonképpen abból a sorsból, ahonnan az ő élete jön, abból a sorsból ő jó célt választott? Tehát, hogy kitalálta magának ezt a sportot, és akkor végül is az ő élete így módon egy teljes élet? Eljutott egy olyan szakaszába az életének, ahol ez már hoz annyi boldogságot, ami miatt így tud mosolyogni, ami miatt így csillog a szeme. Én drukkolok neki, hogy az a mantra, amit ő mondogat most, az változzon meg az élete hátralévő részében, mert azt gondolom, hogy igenis lehet olyan ember, aki őt elfogadja majd a nagysport teljesítmények nélkül is, és hogy rátalálhat a szeretetnek egy olyan teljességére, amitől érdemes leélni a hátralévő életet. De ugyanakkor, ezt meg Orvos Tóth Noémi tanította ma este, borzasztó dolog, hogy valaki egy ilyen sorsból érkezik, és soha többet nem tudja. Ő például képtelen ezt hátrahagyni. Tehát valahogy minden szerintem abból származik, abból ilyen elutasító a közelséggel szemben, hogy ő nem akar csalódni még egyszer. Hát mert annyi csalódás érte egész életében, hogy nem akar újabb ilyet, de egy szóval szerencsés találkozás. Ez a sors meghatároztatott. Igen, de egy szerencsés találkozás, egy jó ember, aki valami oknál fogva mégis közel tud kerülni hozzá, vagy akit ő közel tud engedni magához. De a sok a rossz tapasztalatot, ezt a nyitottságot hogyan éred el? Itt jön az, amit nem pszichológiai alapon lehet talán megváltoztatni, hogy az élet ide-oda rakosgat minket. Egy nagy találkozás meg tudja ezt változtatni, ebben hiszek. Mm-hmm. Jó, akkor mára ennyit. Mára ennyit. Mára ennyit, akkor légy szíves, az érzékeny búcsút ejtsd meg. Meg foglak említeni benne. Alig várom. Tehát ennyit tudtunk ma sorsunk alakulásáról mondani. Szokás szerint arra kérlek titeket, iratkozzatok fel a csatornánkra a feliratkozás gomb megnyomásával, és talán már az unalomig ismétlem, de ismétlés a tudás édes jó anyukája alapon. Hadd tegyem hozzá, ha a feliratkozás gomb mellett a kis csengő ikonra is rányomtok, a YouTube értesítés küld akkor, amikor új tartalmat teszünk fel erre a felületre, és lesz ilyen. Kíváncsiak vagyunk az ehhez a témához, tehát a sorsunk alakulásához kapcsolódó kérdéseitekre, és igyekszünk válaszokat is adni ezekre. A sorozat záró
podcastjában áprilisban. Ha elnyerte tetszéseteket ez a mostani adás is, akkor a YouTube-on a képernyő alatt jobbra található köszönetgomb megnyomásával támogatást is küldhettek. Köszönjük, hogyha adásaink készítését így segítitek. Mához egy hétre csütörtök este 8-kor váltótársam a méltán híres, hírneves Friderikusz Sándor jelentkezik a műsorával. A Geszti Plusszal legközelebb 2 hét múlva csütörtök este 8-kor érkezem, új témával, új szakemberrel és új speciális vendéggel. Bármi is történjék addig, tartsátok ébren magatokban az élet iránti lelkesedést. Mindig van feljebb. A szabadság bennünk lakik. Minden jóból, jó sokat kívánok!